mindenkinek, én Dék vagyok, és itt vagyok újra a Lucerys Blackfire-ös Let's Play következő részével. És úgy kezdjük ezt az epizódot, hogy ugye Tumbletonban szálltunk meg a legutóbbi rész végén kicsit összeszedni magunkat, és újonnan felhízott kompániánk emberei közül azokat, akikre nincs szükség, ugye kidobtuk, és helyettük majd a jövendőbeli számszeriászénk első két tagját fogadtuk föl. És itt van 13 újabb fogoly, akik között van egy kóbor lovag, akik rohadt erősek, illetve van egy számszeriász is, sőt még több íjász is, úgyhogy ezeket megpróbálnám én megölni, mert sokkal kevesebben vannak, mint mi. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek ellen talán könnyebb győzelmet aratunk, mint a legutóbbi emberekék ellen. Na, megint van két íjászunk, ahogyan ez lenni szokott, egy torni előcsatározó, és ez az egy szerencsétlen vadász. Jó, titeket kérnek újra pajzsfalba, egyszerűen ez a leghatékonyabb módszer, a többi annyira nem semmit. Ugye most jelenleg a jelenleg vegyesen szolgálnak nálam dorniak és viharföldiek. A viharföldiek még a régi csapatból. Bum, az idők, jó van. Jó, most az egy ijászokat. Jó, mínusz egy vadász. Ilyenkor ezek ellen mondjuk nem jó, hogy a ijászokat ennyire hátra küldöm, mert így jár. Szerencsétlen. Torni, tehát van egy ide tudva. Fejsz egy lósz ügyben, azért az nagyon kellemes. Jól van. Reméljük, hogy ez sávot kell, vagy jól jár. Szerintem egy túl nagy szükség. Majd megbánja a tetteit, hogy a rabszolgálatot kell szolgálni, valami hajó. Mindenki van tudom, mert ezek így játszok. Vonnál viszont egy szép nagy deszkapa, hogy most nekem gyere ide. Három halottunk van, úgy lányos is meghalt. Na, jól van, és látjátok, ebből már számszeriász lesz. Na nézzük, kit, kire nincs szükségünk. Dorni lányzsásokra mindenképpen van. Hát szerintem a zsoldosokat, ha vannak, van kettő, igen, akkor az egyik számszeriászt és a nyugati íjászt veszük fel. A kóborlovag igazából nem igaz... Ó, de most félbe több emberben haltak meg. Akkor jöjjön a kóborlovag is, és a két csóka is, és akkor még befér a... Hát, nem is tudom. Legyen... szedjek vissza. Dorni izére nem lesz szükség, és akkor visszaszedek kettő elitet ezek közül. Jó, és nézzük, hát ha igen, erre ezt reméltem, hogy lesz itt bent egy ilyen jó kis pajzs nekem. A többi pedig mind Crosshead-é, akinek még mindig nem adtam oda ezt a pajzsot. Ezt nem akartam. Fú, most elettünk mindenféle szarral. Na, melyik a jobb? Ez. Kapsz egy ilyet, meg 24, 25, 5, jó, ez egy szar. Jól van, akkor ezeket megvertük, vissza is ugrunk Tumbletonba, eladjuk a szemetet. Kukásoknak, ez mi a retek? Cínért, vagy cín öntecs, ahogyan nagyon szépen magyarul lett fordítva a Skyrimben. Na, egyébként ezt a szilvát nem tudom, minek hurcibők munka, mert nem tudják megenni, csak a helyet foglalja. Viszont kaptunk 209 érmét, és hát ilyen ezüst szarvast. Úgyhogy ezzel a kis kerettel szerintem mennyi emberünk van a Reach-ből? Nem sok, de vannak íjászaink végre. Úgyhogy szerintem itt a környéken fogunk kicsit kalandozni. Ez mindig rosszul nyomom, elnézést kérek ezért, hogyha néha izém, mert néha véletlenül a teleportálás jön be a... azokat elkapjuk. Néha a teleportálást nyomom véletlenül az időgyorsítás helyett, hova lettek. Észak az abban mindig elveszik a nyomaikat. 15 napnyi kajánk van, szóval bőven elég. És van nekünk egy olyan küldetésünk, hogy el kéne vinni óvárosba egy levelet. Na most talán lefele menet még találunk banditákat, úgyhogy ezt meg is csináljuk. Hát, ha esetleg óvárosban be tudunk rendezni egy olyan zsoldos központot saját magunknak. Banditákat láttam.
Ice Sands Bandits, ja, ott is vannak, meg ott is. Azokat talán el tudjuk kapni, bár itt is láttam párat, nem. Azokat is rohadt gyorsak nekünk, meg ez a 10 fog nagyon akadályozni, viszont akkor irány... Aranyliget város vajon? Mert hogy városnak számít. Együk meg bogyókat. Ó, anyám. Ez nem jött össze túl jó. Igen, ez egy város. Nézzük hát, ha a kocsmában lesz valaki. Nem, alapvetően most nem rátok gondoltam. Akinek el tudjuk adni a foglyokat. De nincs. Jó van, hát akkor irány óváros. Ugye a legnagyobb város a Reach-ben. És ha közben véletlenül szembe jönne velünk egy csapat bandita, akkor azokat megtámadjuk. Itt van égi kert. 1300. Sürgősen több pénzre lesz szükségünk, mert ezek a dornyak meg a zsoldosok rohacsóba kerülnek. Talán, nézzétek már meg, mint beakadt. Talán óvárosban el tudjuk adni végre a fogjainkat, és azért kapunk egy adag pénzt. No. Óváros, egyébként rohadt jól néz ki. Nem fogom gombákat enni azok után, mi az előbb történt. Na. Maron. Azt hiszem, hogy tudom, hogy ingyen csatlakozik, úgyhogy mindjárt kidobok egy embert. Viszont menjünk a Citadellába, és menjünk az archívumban van, azt hiszem, a csávó, akivel beszélni kell. Nem, de itt is van valaki. Orvájolmester. Patronusok könyve. Ó, köszönöm szépen, nem tudom, mire jó, biztos valami plusz skillt ad. És igen, itt volt ez. Egy főmester. Valami könyvet kéne megkeresni neki. Bartnak a természetellenes történelmében írtak erről a könyvről, ez a... valami ilyen worm, szerintem féreg, vagy ilyen sárkány, fene tudja. Archmester Haradon. Igen, ott a levelet. És ez így szintet is léptetett minket. Na. Nem szereti a hitet a bácsi, olvassátok nyugodtan. Jó. Igen, én is... mi ez? Én is követem a hitet. És azokat ketten mi a felét csinálnak. Teobald és Noren. Főmesterek. Jó, ezek úgy nézem, csak ilyen infókat lehet szedni arról, aki nem ismerni a Citadella történetét. A Fellegvár történetét. Na, ja, igen, nem dobtam ki embert. Hol az a Reach Levi? Itt. Ez nem kell. Maron. Viszont kell, mert ő belőle nagyon jó. Azt hiszem lovag lesz. Jó lovag lesz. Na nézzük. Ja nem, ő egy iszé. Ő egy... ő egy kereskedő. Az is jó, mert jobb árakat kapunk, úgyhogy valamiért összekevertem őt egy... őt összekevertem Alinnal. Alin viszont a... tehát a saját apródunk gyakorlatilag tud lenni, hogyha akarjuk. Na, először is nézzük meg, ehhez mennyi kell. 10-es erősség kell, hogy használni tudjuk. Úgyhogy ennek az erőre adunk. És egyébként egész képzett fegyverekkel a Crosshead. Na, és akkor végre tudunk adni, neki tudunk adni egy normális karot. Ez mi? Ez mi a rák? Ja, ez szerintem a készítők, mod készítőknek az ilyen kis referenciára, tehát ezt nem is tudtam. Tudom, mindig nincs senki, aki megvegye a rákos fogjainkat. Úgyhogy kaptunk viszont egy küldetést, az elveszett tudás. De én ezt most nem tervezem megcsinálni, hanem helyette beszélnünk kéne. Itt nagyon sok ember köröz Garland Tyrell. Van valami küldetés? Albert Sherinek kellene, aki most jelenleg Aranyligetben van, egy levelet elvinni. Mielőtte Bélor nagyúrral beszélünk. Van valami küldetése? Igen. Adókat kell gyűjtenünk, azt jól fizet, úgyhogy azt majd megcsináljuk. Itt van Aranyliget. Viszont Aranyliget most nem megyünk, helyette gyűjtünk adókat, mert az adók azok mondom jól fizetnek. Igen, ez nagyon-nagyon értelmes mondat, de tényleg így van. Na, persze nem szakítjuk meg az adószedést, kegyetlenek vagyunk, ülünk a törvény. Nap. Tökéletesen csináljuk egyébként a Hightower. Ugye a sztoriban ott
Azt hiszem Baelor halott már, és azt hiszem az öccse, vagy a nagybátyja, Leighton. De nem, Leighton Hightower 30 éve uralja a város, szóval nem tudom, hogy ki lehet akkor Baelor Hightower. Viszont ugye az sose jött le ennek a toronynak a tetejéről, ami egy ismeretlen okból csatasszigetnek elnevezett helyen áll. Mennyi ideig szedjük a pénzt? Mert hogy nem baj, de hogy pénzt ennyi ideig szedni egy kicsit unalmas lehet nektek. Mindegy, remélem, hogy már nem tart sokáig. Tudjátok, hogy beletekerek az időbe. Meg is van. Jó, az nem igaz. 6000 ezüst sárkány. Ezüst sárkány már, ezüst szarvas, arany sárkány és ezüst szarvas keveréke az ezüst sárkány. Esetleg jött valaki, az adta pár nap alatt, amit itt töltöttünk. És Levi, azt hiszem, hogy te, ja nem, te izéket adsz el, tízezer arany, úristen, ő makulátlanokat árul. Akik egyébként nagyon jó gyalogosok, de nem annyira illenek bele abba a harcmodori stílusba, amit én majd használni szeretnék, úgyhogy egyelőre égi kert, aztán majd aranyliget, bár szerintem már rég elment onnan a csávó. Na. Menjünk is, ugye Mace Tyrell uralkodik, aki itt valamiért lefogyott, biztos leadott pár kilót. Oh. Wow, ez nagyon jól néz ki. Jézusom, ez de jól néz ki, itt még nem jártam soha. 2.0 kijövetele óta, csak nem tudunk itt kimenni, ami kár, de nagyon jól néz ki. Na. Queen Margaery Tyrell, szia. Hát egy kicsit bögyösebb vagy, mint amilyenre sorozatból emlékszem. Na, Lord Baelor Hightower, Bandalon és Brightwater Keep között, jó. És egyébként nem tudom, ez mi ez a Skynet, hogy mindenki tudja, hogy hol van a másik. És igen, és kit akarunk még? Nem tudom, hogy ki a másik. Ki a másik? Lord Osbert Sherry. Ugye ő a... Azt hiszem, hogy töltyfa... Nem, délpajzs ura. Lord... Milyen Sherry? Itt van. Brightwater Keep ugyanott. Jó van. Ennek örülök. Egyszerre két küldetést is le tudom zárni. Brightwater Keep and Bandalon ott. Akkor arrafele. Veszük utunkat, igaz, hogy az ellenkező irányba indultunk, de nem baj. Hát, ha összefutunk velük. Ah, gyere vissza! Te ki vagy. Te nem az vagy, akit keresünk, úgyhogy mehetsz. Szabadon. És leg itt, ha nincs itt, akkor viszont bekérdezünk, hogy van-e itt valaki. Igazából nincs, csak őrség, úgyhogy az úgy ciki. Nem szeretek nemeseket hajkurászni. Fárasztó munka. Ó, gyere vissza. Randy Tarly. Nem csípem ezt a pofát, de most beszélünk vele. Jó, igen. 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 Baelor Hightower. Három toronynál. Jó, és... hol vagy? Osbert Sherry. Hornrock szarfkő. Három torony. Ott van. Akkor arra először. Nem szeretem, amikor így le kell trekkingelni a lordokat, mert az kicsit unalmas, de... persze nincs itt sincs senki, remek. Akkor majd beléjük futunk, hogy nem. Ó, Renly Baratheon hadat üzen a világnak. Ó, itt van Baelor Hightower. Na, itt van az összes pénz, és kaptunk egy rakás aranyat, aminek örülünk, mert ki tudjuk fizetni a katonáink jövőbeli bérét. Na, viszont ugye azt 30 napon belül kell azt a levelet megkapni a... ez már megint egy random teleport volt, ezért megint elnézést kérek. 30 napon kell belül kell megkapni a levelet a csávónak, úgyhogy azért megkérdezzük, hogy hol van Osbert Sherry. Hornrock, jó. Az hol van? Ott. Akkor valahol itt fogunk vele összefutni, mert az égi kert felemenő utat
Szerintem még kertfelé menő úton van. Na, közben kitört egy tiros vs lis háború. Néha szokott ilyen lenni. Igazából szerintem lehet, hogy 2-3 részen belül megejtjük azt a... azt a kis kiruccanárt a keskeny tengeren túlra, ami egy adag pénzt, meg ilyen egyéb jó dolgokat hoz nekem. Bár ez mindig egyébként a helyzetem múlik. Mace Tyre, jó, akkor menjél nyádba. Bocsánat már. Csúnya szóért, csak kicsit kezd remélni, hogy ezt a csávót hajkurászom, úgyhogy inkább hagyjuk a francba. Nem is tudom, hogy miért jöttem most be ide. Na. Ez se az jó, akkor tényleg fosztok. Mi a rák, mi karaván ma már. Hát igen, a Reach ez egy gazdag hely, úgyhogy jó. Nézzük, nem. Karsz Matisról van egyik se az, aki nekem kell. Leo Blackbar, nem. Nem egyik se az, akire nekünk szükségünk van, ugye. Úgyhogy inkább fölmászunk, és így a rész végére elkapunk néhány banditát. Ó, oh. Oh, remek, még ez is. Most jött ugye, tehát hogy... Ó, oh. Hát hú, ráncsunk ki, kaptunk egy adag füstölt halat. Na tehát... az történt, hogy... a terrelek ugye rally mellé álltak. Nagyon jó, mutatom. Hol lett? Mindegy. Viszont azt hiszem, hogy vihar vége. Akkor nem, akkor Tumbleton. Pillanatra azt hittem, hogy a Weeping Town közelében járunk, de nem. Ez ilyenkor mi? Most azért, mert összeakadtunk az a kupac farmer, ez komoly. Vissza is megyünk Tumbletonba. Itt kezdődött a rész mai. És Tumbleton egyébként egy egész jó kis központ, tehát hogy így innen ki beindulni, tehát hogy itt rendezni be egy központot, az úgy egész jó lenne. Na. Kinek kaja esőkörben. És ennyi. És jó, hát itt ennyi van. És az a gond, hogy kellene találnunk fosztogatókat, vagy izéket. A törvényen kívülieket. Sőt, még több törvényen kívülit. Gyere vissza! Egy elég masszív csata van most. Nézzétek! Vagyis hát most nem tudjuk megnézni, de majd ha kilépünk, akkor látjátok. Na, mindenki itt marad. Lovasságot ide oldalra. Íjászokat ide hátra. Gyalogosokat... a Hedge Knight is gyalogosnak számít, ez még nem. Gyalogosokat egy pajzsfalba kérni ide. A két Squire az nem. Jó, viszont ezek izék, úgyhogy inkább az íjászokat behúzom ide. Lovasokat meg beállítjuk mögé. Még mi ez a lyuk itt, könyörgöm? Na jó. Szép nagy pajzsunk, ami most van, ez itt. Hú, ezt kemény egy damage-ot a lóunknak. Innentől kezdve párat mégis sebesítettünk, az egyiknek megdöglött már most a lovat. Egyébként ezek a pej lovak, és ezek a fontos lovak, ezek a szem szar végi csatamé, nem csatamé, hanem vihar végi hátasló, ezek egész jók. Vihar végi vihar földi jelentést. Elit tornáci, úgyhogy már csak egy lépésre volt a Hammerman promóciótól, hogy nem is látoztam. És nagyon köszönöm egy, remélem, hogy jó. Az van, hogy van. Két jól magamat. Jövő, és ők is ezzel a van. Torniakat is belépett az állat. Íjászok. Ezek a kis... mindegy. Ő. Még egy elitorni. Elitorni láncsás. Én az állat. Hát én sokszor azt mondanám, hogy 7-8 embert vesztettünk. Tűnhető mennyiségű, de hogy annyira nem oké. Igen, 8 embert vesztettünk, két sebesültet, 13 és elfogtuk a leadert. Úgyhogy a kedves leader, te mész a keskeny tengeren túlra rabszolják, a többiek meg itt maradnak a francba, nem kelletek te ide.
Na, van egy újabb, és van 8 darab veteránunk, és 2 elitünk, ugye honnan vannak a Hammermanek. A Hammerman még él egyébként? Ha jól látom, akkor nem. De igen, itt van. Jó van, ez egyébként nagyon durva. Na, nézzük, hát ha... nem tudjuk ugyan, mert 12-es strength kellenek, de a használatukhoz, de rohadt jók. Ezt a kesztyűt odaadjuk Maronnak, ezt a csizmát is, igazából most minden szírtat odaadunk Maronnak. Jó, gyűjtsetek be, amit akartok, és nézzétek meg, mi van itt. Elég nagy party van. Most party volt, itt volt egy csata. De még talán azokat elkapjuk. Igen. Hát ez egy kicsit vicces lesz. 30 nem. Mi történt ez a Sarsfield-del? Ugye ez egy Westerlands hűbéres. Úgy nézem, hogy kicsit megtépázták a kollégát. Na most viszont közéjükön, ha még csak 8-an vannak, úgyhogy... A szerencsétlen Sarsfield kontingens ott nem tudom mit csinál. Azok vannak ilyen 5-en, az a nemi 8-an. Nem tudom, hogy ez mennyire fair. Még ugye itt van nekünk egy Hedge Knight, meg egy Reach Squire 2. Azt nem megyek is vagyok, mint úgy nézem. Jó van, mindegy. Na, jó. Holdból 3 teljes létszámra van, mert annyian. És nem megadott a lovon. És ez ilyen. Van a sonkjából. Vágd le. Egy jó dolg, vágd le, ügyes dolg, szúrd le. Na. Viszont. Már kb. Ennyi fért bele. Úgyhogy ez volt ami már eddig. Ez volt már a Crusader Blackfire-os Let's Play következő része. És újabb nagyobb nagy lépést tettünk afelé, hogy saját csapatot alapítsunk. Vagyis hát saját királyságot. Legközelebb szerintem nem igazán ígérek semmit, mert úgyis azt fogom csinálni, amit ígérek, ezt majd megfigyeltem saját magamon. Viszont itt talán lehetséges, hogy tartom esetleg Yankee 320 környékén, hogy felmenjünk északra vadakat büfölni, hogy ezt nem tudom hány részhez ígértem. Viszont addig is, a viszontlátásra!